Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Akármennyire hihetetlen, már most vasárnap, azaz holnap után meg lehet már gyújtani azt a bizonyos első gyertyát az adventi koszorún, de hát hívtam szakembert, aki elmondja nekem, hogy hogyan és miből is lehet esetleg divatos, trendi adventi koszorút készíteni. Civa Brigi, szia! Szia, köszöntöm a nézőket, köszöntöm! Van esetleg most valamilyen trend, amit lehet követni, vagy maradjunk a piros színeknél, hogyha már adventről van szó? Nem csak a hagyományos piros színek. A virágkötő ízlésétől függ, hogy éppen az üzletben milyen adventi koszorúkat készítünk el. Azért ugye ne válogassuk ugye nagyon csili-csári színeket össze, hanem egy ízlésformát képezünk, mondjuk piros-fehér színekkel, akkor az ezüstöt használjuk, ugyanúgy fehérrel, nyers színeket, termés színeket külön, de a régi katolikus egyház ugye a lila, három lila, egy rózsaszín gyertyát használja. Mindenkinek az ízlése, vagy esetleg tetszése, hogy milyen adventi koszorút vásárol, esetleg készít otthon. Milyen alapanyagokat ajánlasz, miket használjunk, hogyha valaki mondjuk otthon készíti el a koszorúját? Nagyon könnyű például fenyőből készíteni. Szalma alapra esetleg fenyőt használunk, vagy használhatunk szalma alapot natúron. Csak a gyertyáról mindig figyeljünk, hogyha szalma alapra dolgozunk, hogy a gyertya tüske legyen alatta, és hogy nehogy véletlenül baleset történjen a koszorú gyújtása során. Nagyon szeretik ezeket például ezt az ezüst alapot, ez natur, ez egy fa alap, és akkor egy kicsi hamvas szín van neki adva, vagy pedig gyűjtögethetünk mi makkot is, például a lenti mohás, makkos koszorún látszik. A makkot azt én gyűjtöttem, ragasztottam egy szalmalapra, és akkor alatta a moha alap van eldolgozva. Na hát nem hiába hoztál te ilyen sok mindent, hiszen itt a műsor ideje alatt te alkotni fogsz. Milyen alapanyagokból fogsz dolgozni, és milyen színeket választasz a mostani koszorúhoz? Mostani koszorúhoz az hagyományos piros-fehér, ha már arról kezdtünk el beszélgetni, és nobilis fenyőt fogok hozzá dolgozni, amit nagyon kedvelnek mostanában, mert összeszárad, nem hullatja le a tüskét, leveleit, vagy tüskét, és ezt tudom ragasztani, könnyen megdrótozni, úgyhogy ez lesz még ilyen oázis takarónak benne. És azt látom, hogy az alapod, ez a, bocsánat, hogy mutatni próbálom majd, ez a kör alakú lesz. Igen, ugyan akkor ez is... Ez egy száraz alap, csak ugye be van vonva festékkel. Aha. Mindent próbálnak ugye már takarni, de fogok felhasználni tobozokat, ugye mellette még terméseket, egy kis gömböket, kis csengőt, kis figurát, szalagot, úgyhogy gyorsan megpróbálom összehozni. Hát akkor hagylak téged alkotni, remélem, hogy felmelegedett akkor a pisztolyod, igen. A ragasztó pisztolyod. Még mielőtt bárki megérne, tényleg csak ragasztó pisztolyról van szó, szóval én átsuhanok a másik díszlethez, hiszen ott meg Szabó Veronika vár engem és önöket is, hiszen nem feltétlen csak adventi koszorúk díszíthetik ugye lakásunkat így karácsony közele, hanem igazából bármi. Szia, Veronika! Üdvözöllek, Vivi, és üdvözlöm én is a nézőket. Vannak itt is trendek? Igen, a kreatív hobbi terén is vannak trendek. Amint itt láthatjátok az asztalon, két irányzat van a mi üzletünkben, és ezt a két irányzatot próbáljuk most a kirakatunkba is majd követni. Az egyik az egy ilyen rozsdás hatás, mert az ősszel, amikor voltam itt a dekorációkra, amikor beszéltünk, akkor indult már ez, hogy ilyen régies rozsdás hatás, például az a nagy lámpás, amit ott látsz, ez egy ilyen krómszínű volt, és akkor egészen ilyen öreggé, régiessé lehet tenni. Tehát amit a mellette vagy mögötte van, az ablak vagy asztaldísz, az is hasonló, egy ilyen natur fa alapra dolgoztunk rá rizspapírt, illetve különböző technikákkal, különböző kreatív hobbi alapanyagokkal tettük ilyen régiessé. Azon gondolkodom, hogy itt az asztalon is egy csodálatos dísz van, az előbb a kollégák megmutatták, most egy picit meg is bolygattam itt a dolgokat. Ez például milyen dísze lehet az otthonunknak? Ezt hova képzeled el így karácsony ablakba, közeletében? Ablakba, asztalra, tehát ablakpárkányra, asztalra, vannak olyanok, amit felhet akár karnisra is, tehát ami nem ilyen álló alap, hanem karnisra is kisebbeket is fel lehet lógatni, tehát különböző dekorációkat, és akkor ezt lehet szalvíta technikával, festéssel, különböző csillámporokkal dekorálni, akár
egy nappalinak a dekorációjára, tehát egy ilyen komolyabb dekorációval, akár gyerekszobának is lehet a dekorációját készíteni. És van a másik irányvonal, amit ugye hoztál bemutatásra, ez az abszolút csillámos, világos színek. Mesélj mondjuk erről a díszről, ez egy ajtódísz lenne? Igen, ez a hópihés? Igen, ez egy ajtódísz, ez már igen, keveset látunk havat, így legalább az ajtónkon legyen, tehát egy ilyen hópihés, havas, jeges hatású dísz a másik trend, tehát természetesen a karácsonykor semmilyen csillám nem elég, tehát a másik ezzel a csillámos, fehér havas csillámos hatással, különböző faalapok vannak ezen, és megfestve, megszínezve, és ezek a, ami érdekesség, még ami itt az asztalon látható, ez egy üvegtegola, ami tehát tüköreffekttel van elkészítve. Aha. Tehát még ez egy ilyen érdekes darab, ez is különböző festéssel, jeges hatással van elkészítve. És ezt is mondjuk az ajtóra fel lehet függeszteni? Igen, ablakra szintén, vagy mögé egy mécsest rakni, tehát lehet ablakdekorációvalnak egy mécsessel. Közben ugye a másik díszlet részben ugye folyamatosan ügyködik nekünk, Brigi, készülnek az ugye az adventi koszorúk, de hát nem feltétlen csak adventi koszorúkat lehet ugye alkotni, hanem mondjuk mini mécseseket is, az szintén a csillogás, a jeges hatás jegyében. Ez milyen mécses és hogyan készül? Ez a lányomnak a mécsese, tündérmécsesnek hívjuk. Nem az én találmányom, hanem nagyon-nagyon sok helyen lehet már látni, nagyon-nagyon kedves most ebbe az évbe. Nem lehet jól látni, sötétben igazán. Ebbe a mécsesbe belülről van ragasztva fekete lap, ilyen tündér formára kivágott fekete lapocska, és meg van festve, illetve ilyen csillámporral be van vonva. Amikor a mécsest belerakjuk sötétbe, akkor nagyon-nagyon szépen ezeket a sziluetteket lehet látni. Például az én lányom erre szokott mindig elaludni mostanában. Uh-huh. Úgyhogy a varázs, a karácsonyi varázs az már elkezdődött nálunk, úgyhogy erre a mécsesre szokott aludni. Lehet belerakni rendes gyertyát, de gyerekeknél inkább, én nem nagyon szerettem a műdolgokat, de most azt javaslom, hogy egy ilyen ledes mécsest érdemesebb gyerekeknél használni, vagy belerakni. Van rengeteg ilyen kis fából készült díszecske, amit hoztál. Egy párat megpróbálok így megmutatni, így a kézbe venni, mondjuk ezt a hármat, amit így megfogtam így elsőre. Nem tudom, hogy ezek micsodák, és mire lehet használni. Mindjárt megmutatják a kollégák is. Én még ilyet nem láttam. Rengeteg forma van belőle. Hát most kiderül, mi is ez? Ezt én imádom most, ez év újdonsága, még nálunk sem volt. Én egyébként nagyon szeretem a natur dolgokat és a fa alapokat. Megmutatjuk közben, miközben mondod, hogy mi is ez. És ez pohárjelölő. Tehát ilyen karácsonyi pohárjelölő. Hát itt egy pohár. Uh-huh. Ez mondjuk a Vivi pohára. És akkor mondjuk megjelölöm egy ilyen kis nem tudom, kis haranggal, hogy na, akkor ebből senki ne igyon. Legalább nem kell előszedni a műanyag poharakat és ráírni, hogy Vivien, hanem akkor így mindenki fogja tudni, hogy a harang az az övé, ne igyon belőle senki. Nagyon ötletesek. Ezeket amúgy hogyan, milyen technikával díszítsük? Egyszerű festékekkel mondjuk, vagy mit javasolsz, hiszen fáról van szó. Festéssel én azt javaslom, hogy lehet. Tehát akár így natúran is lehet használni őket, de festéssel lehet különböző dekorálással. Ezt is lehet csillámosítani. A csillámpor azért óvatosabban az italba beleperelked a csillámpor, de egyébként inkább ilyen fényes metál festékekkel, hogyha már valaki szeretné dekorálni és festeni szeretné. Hogyha a te lakásodról van szó, én biztos vagyok benne, hogy tele van ilyen dekoros cuccokkal, amiket te csináltál, vagy éppen a kislányod csinált, vagy a kisfiad csinált, vagy bárki, legalábbis én így képzelem el a te lakásodat. Hogy a karácsony közeledik, akkor te miket szoktál esetleg díszíteni, hiszen jó pár dolgot elhoztál, de mi az, ami mondjuk a Szabó családban elengedhetetlen? Nálunk kórik, mert a férjem ez kórik. Tehát a férjem kórik, én Szabó maradtam, igaz? De egyébként a kórik Szabó családban, igen. Férfiak ezzel is írnak fel ilyenkor.
A lényeg a történetben, hogy először az ajtó dekorálás, tehát az ajtó dísz, ami számomra fontos. Tehát amikor hazaérkezünk, az most az őszi díszek lecserélődnek már most téli díszekké. Számomra ez egy nagyon fontos, amikor hazamegyünk, akkor nekem egy szívmelengető egy kicsit az én kezem munkája, a gyerekek kezem munkáját látni, rögtön, amikor belépünk a lakásba. Ilyen lámpásokat tervezek most szintén otthonra is, az ajtóba. Aztán, ahogy megyünk bent ebbe felé, az asztalra természetesen az adventi koszorú nálunk is elengedhetetlen lesz. Pont az adás előtt beszélgettük, hogy nálunk milyen adventi koszorú lesz most. Találtam hintaló alakú gyertyákat, és én azt szeretném most egy ilyen hatalmas nagy fehér alapra, tehát egy picit ilyen fehér vonulat lesz most a lakásban, a dekorációban. Tavaly egy kicsit ilyen természetesebb, barnás-zöldes dekoráció volt, most ez a fehér, úgyhogy épp a gyerekekkel beszéltük, hogy most együtt szeretnénk majd megcsinálni. Megmondom, hogy szintén még nem készült el az adventi koszorú, de holnap este szeretnénk elkészíteni közösen. Tehát na, hát ez nagyon ez jó, akkor ajtódísz, mécsesek, illetve adventi koszorú, ami még készülőben nálatok, és itt a stúdióban is, hiszen Briggi azért serényen alkotott a beszélgetésünk ideje alatt. Át is megyek hozzá, megnézem, hogy hogy áll. Hogy állsz, Briggi? Mert azért nem kell itt sokat suhanni, csak pár lépés, és itt 80%, igen! Nos, nagyon-nagyon jól haladtál, tehát ilyen brutál gyors voltál. Hű, de jó, ez gondolom készen lehet kapni egy kis Mikulás fejet, és akkor azt szépen lehet ragaszgatni a készülő kis adventi koszorúra. Igen. Egy kis gömb, 4 gyertya, ugye szabályosan 4 gyertyát készítünk, fenyő tobozok, és akkor még a végét befejezem, és akkor lassan. Na, még egy nagyon gyors, egyszerű kérdés, hogyha nekem például, és szerintem nézők százainak nincsen ilyen ragasztópisztolya, akkor mit használjunk, hogyha tényleg nincsen ragasztópisztolyunk, akkor simán ilyen kis drótokkal, vagy pillanatragasztóval dolgozunk, mit tanácsolsz nekünk pisztoly nélküli? Pisztoly nélküli embereknek? Hát szerintem a drótokat használhatjuk nyugodtan, viszont lehet kapni nem kifejezetten ilyen ragasztópisztolyt, hanem ilyen egyszerű papírírószerbe kapható ragasztókat, és igen, vagy bármi ilyesmi. Még egy picit beszéljünk már az adventi koszorúkról, hiszen ez ugye csodásan elkészült itt, és lényegében nem is használtál fel nagyon sok mindent, hogyha azt nézzük. Tehát nem egy ilyen csiri-csári, hanem egy ilyen pont jó adventi koszorú lett. Neked melyik a kedvenc stílusod? Melyik az, amit szívesen ajánlanál, szívesen készítesz? Én a természetes dolgokat szeretem, mindenféleképpen maradnék ennél a makkos, mohás, zöldes színvilágba. Ugye az otthonban is ilyen színek kerülnek. Ajtódíszre vesszőalapot szoktam, én saját magam készítem, és akkor rajta egy kis finom csengő, ami jelzi ugye a karácsony közeltét, meg ha vendég érkezik, halljam az ami ajtón. Nálam, és bocsánat a kifejezésért, de valahol kiveri a biztosítékot, legalábbis nálam még ez nagyon furcsa, ez a csoda bogár itt, fel is emelem, hogy mindenki lássa, nem emelem fel, mert úgy látszik, hogy kiugrik itt a helyéről, de megpróbáljuk akkor megemelni. Tehát így, igen, ez egy grincsfa. Na, igen. Mi is ez a grincsfa, és honnan ered ez, mert nagyon furcsa nekem. Hát figyelj, segítek, és akkor... Segítek, tehát ez hogy... mindenkinél ezt látom, így. Hogy jó, most már akkor biztosabban fogom, és eléggé súlyos a feje. Súlyos, hát a Grinch film, először ugye íródott a Grinch könyv, majd megfilmesítették 2000-ben, és ugye a Grinch nem szerette a karácsonyt, és egy kislány szerettette meg vele. És akkor innen jött a grincsfa, ma már nagyon szeretik. De hogy egyre többet látok Nyíregyházán is, meg a megyében is, tehát most minden ez évben egyel több van szinte. És akkor már ez is olyan elengedhetetlen lesz otthon, mint az ajtódit grincsfának is lenni kell. De ez karácsonyfát helyettesít, vagy ez inkább ez egy ilyen kis kedvessége a lakásnak? Ez ilyen kedvessége, nagyon jól néz ki a kandalló mellett, ugye a felakasztott kis zokniknál, amiben az ajándék van végig, meg ugye a tűz, karácsonyi díszek, ez mellette pluszban ilyen kiegészítő. És a lényeg, hogy nagyon szeretik itt, hogy szokott lenni egy kis csinglingi, és kis csillag, és én használtam most megint ugye a piros, zöld, nyers színeket ebbe a grincsfába. Még ami nagyon nagy kedvelt
Ilyenkor ez a Mikulás virág. Ilyen szezonális. Mikulás virág, karácsonyi kaktusz. Igen, ezt szokták karácsonykor. És akkor így ilyen kis finom karácsonyi kaspóba hoztam el. Ugye az oldalra raktam. Nem szereti a meleget, nem kíván semmit. Meg nagyon aranyos még a tuja műhóval befújva. Egy mondjuk kis karácsonyi sem lakásokban gondolom, mert ott azért meleg van. Most szezonra karácsonyra berakhatjuk a lakásba, és tavasszal ki lehet ültetni, és akkor rendesen fejlődik a kertbe, vagy akár a balkonba is ki lehet ültetni ilyen kis törzses tujákat, mert ez hát nem az nagyon óriás szépen tuja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Rengeteg újdonságot ugye láthattunk, beszéltünk szezonális kedvencekről, ugye újdonságról, mint például a grincsfa, aminek itt a teteje még látszódik egy picit, de hát Veronikának is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hiszen te is meséltél ugye különböző trendekről, divat irányzatokról. Egy biztos, most egy régi, új kollégát fogok köszönteni, hiszen Kéri Péter rendező operatőr lesz hamarosan a vendégem, de hogy miért is lesz ő, ez a következő bejátszásunkból, kis videóból kiderül. Ha jól tudom, akkor több mint 300 filmet nem is tudom, mutatott már be az elmúlt hónapokban, években, de hát erről hamarosan beszél, egy pár perc, és már ott a színes díszletben köszönhetem őt. Kéri Péter az elmúlt évtizedekben számos filmmel megörvendeztette már a megyében élőket. A rendező operatőr igazi lokálpatrióta, helyi témákat dolgoz fel fáradtságos kutatómunkával, művészi kivitelezéssel. Már több mint 300 alkotással büszkélkedhet, legújabb filmjében méltán híres nyíregyházi építőmesterek munkáját mutatja be. Alpár Ignác a helyi építészet történetében jelentős szerepet vállalt. Ő tervezte a megyeházát, a koronaszállót, a színházat és az evangélikus általános iskolát. A Barzó családnak pedig téglagyára volt a megyeszékhelyen, a legimpozánsabb épületek kivitelezését ők végezték. A film bemutatja a rendező operatőr dédapja Kéri József munkásságát is. Nyíregyházán még ma is több mint 20 olyan épület van, amelyet ő tervezett és kivitelezett. A 33 perces film elkészítésében Szatmári István műemléki szakmérnök nyújtott szakmai segítséget. Szerintem hihetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen alkotás, egy ilyen összefoglaló jellegű alkotás, mert ami eddig nem volt, mert ismerniük kell a városlakóknak azokat az építészeket, azokat az épületeket, amelyek itt a 19. század végén, 20. század elején megvalósultak, mert nagyon keveset tudunk róla, és egyre inkább pusztulnak ezek az épületek. Ha nem is teljes mértékben, de a homlokzatuk, a belső enteriőrjük, az mindenképpen károsodik. Na most ez azért jó, mert fölhívja a figyelmet, hogy figyeljetek, itt van valami olyan érték, amit eddig ti nem is tudtatok. És ezért üdvözöltem Kéri Péternek ezt a filmjét, és ezért vettem örömmel részt ebben a munkában. Kéri Péter jelenleg a Bencs és a Kállai család történetéről készít filmet, már csak az utómunkák vannak hátra. A nagy közönség ezeket is hamarosan láthatja. Kéri Péter 33 percben összegezte az építő mesterek munkáját, de hogy honnan jött ez az ötlet, az alkotót kérdezem, szervusz! Szia! Na tényleg honnan jött ez az ötlet, hogy ezzel foglalatoskodsz? Hát, régi téma. Régi téma. Hosszú időn keresztül húzódozott ez az egész, aztán jött most egy olyan lehetőség, hogy foglalkoztam egy kicsit a Bencs családdal, a polgármesterekkel, és tulajdonképpen abban a korszakban épített épületek lettek kvázi feldolgozva a filmben. Na most ennek van egy érdekes története. Tudnélik, azon gondolkodtam, amikor megpróbáltam összeszerkeszteni a filmet, hogy tulajdonképpen milyen vonalat kövessünk. Ugye sokan építették a várost az elmúlt néhány száz év alatt, de ugye azt tudni kell, hogy Nyíregyháza végül is nem egy történelmi város. Nincsenek igazi történelmi gyökerei, mint mondjuk Egernek, vagy Pécsnek, vagy lehetne tovább folytatni. De ugyanakkor nagyon sok szép épület épült, főleg abban az időszakban, amiről a film is szól.
Hát ez a 19. Század, század vége, 20. század eleje. Uh-huh. Tehát ez a két bencs fiú polgármester közötti időszak, uh-huh. hogyha úgy tetszik valamilyen szinten. És az egész onnan indult el, hogy a nagybátyám egyszer valahogy felvetette azt a kérdést, hogy egy kicsit utána kellene nézni a családfa után. És nagyon jó barátságban voltak Jocó bácsival, és hát ugye tudjuk, hogy ő rengeteg helytörténeti uh-huh. dolgot írt, és hát óriási tudással rendelkezett. Margócsi Jocó bácsiról van szó. És hát ugye mind gyerek én ismertem őt, mert együtt volt születésnapon, névnapon, stb. Uh-huh. stb. És aztán később, ahogy ő elkezdett kutatni a családfa után, akkor derült ki számomra is, hogy a dédnagyapánk, aki egyébként Kassáról származunk, Kassáról költözött ide az édesanyjával 1891-ben. Arra az időre datáljuk az ideköltözést. Tudnélik, próbáltam kutatgatni, és elég sok időt töltöttem el a levéltárban, uh-huh. hisz nagyon sok anyag a filmben is látszik, erre támaszkodnak különböző dokumentumok kapcsán, ugye tervrajzok, építési engedélyek, stb. Stb. És kiderült, hogy 1891-ben ő már írja a Nyírvidék heti lap, hogy mindenféle jótékonysági rendezvényeken, mint amatőr színész lépett föl. És aztán folyamatosan közli az újság ezeket az eseményeket. Aztán egy időben, ez már 95-ben járunk, már írják, hogy építési vállalkozóként működik, Pesten megszerezte a jogosítást, és hát tulajdonképpen elindult az ő pályája. És aztán Jocó bácsinak a könyve tulajdonképpen ezzel foglalkozott egy kicsit a utcák, terek, emléktáblák sorozatnak az egyik könyvében. Ő ott leírt néhány házat, 5-6 házat, amit ő épített, és tervezett. Igen, uh-huh. róla van szó. És aztán, ahogy én elkezdtem kutatgatni a Bencs film kapcsán, uh-huh. meg akkor már, ha abban a korban vagyunk, akkor az építész nagybátyja, vagy dédapám kapcsán is elkezdtem kutakodni, és előjöttek tervrajzok, előjöttek dokumentumok, tehát több mint 20 házat tudunk most dokumentálni, amit ő tervezett és épített, illetve egy részét csak építette, de nem ő tervezte. Nagyon nagy véletlen volt akkor ezek szerint, igen. így, hogy elindult ez az egész film, meg valahol azért a tudatosság is benne volt, meg igen. hát ugye szakmai segítség bőven akadt, ugye az előző kis előzetesbe, felvezetőbe, ez már kiderült a nézőknek is. Melyik épületre vagy a legbüszkébb, mármint ami esetleg a filmben szerepel? Melyik volt a te szívednek oly kedves? Szóval ezek a házak, ezek családi házak. Uh-huh. Tudnélik, ugye a film, ugye nem tudom, a bejátszást nem láttam most, hogy mit dolgozott föl, tulajdonképpen három építészről van szó. Alpár Ignác, aki ugye a nagy épületeket építette, lehetett látni a filmben, illetve Barzóék, akikről tudjuk, hogy ők ugye Törzsőkeres nyíregyháziak, téglagyáruk volt, uh-huh. és aztán ők építettek minden nagy épületet, illetve hát intézményeket. És aztán az én dédnagyapám szerényen, de gyönyörű házakat épített, hogy ezek közül melyik az, ami igazán nehéz választani. Megmondom őszintén, mondjuk két olyan épület van, ami most így hirtelen eszembe jut, nem biztos, hogy azért kedves, mert külsőjében olyan, ami szívet, lelket gyönyörködtet, hanem funkcióját tekintve is volt. Most mondok, megvan a mai napig is. Mondok egy példát. A Kölcsei gimnáziummal szemben ott a sarkon van az úgynevezett ortodox parókia. Igen. Épülete, az gyönyörű annak a homlokzati része, hogyha valaki ott elmegy, és hát nem csak a szemmagasságban próbál kutakodni, hanem fölnéz mondjuk, és megnézi ott a stukkó részeket, a díszítéseket, uh-huh. a kis szobrocskákat, stb. Stb. Ugye most egyházi funkcióval bír. A másik pedig egy érdekesség, ami itt van, nem messze tőlünk, hogyha a Bocskai utcán megyünk tovább a rendelőintézet felé, akkor azt hiszem, hogy a UPC-nek van még itt ugye egy épülete, és utána következik egy zöld, érdekes, kovácsolt vas uh-huh. díszítéssel lezárt tetőszerkezete, stb. Stb. Az volt a Jurás kocsma valamikor.
A Jurás kocsmáról annyit kell tudni, hogy oda igencsak gyakran látogatott Krudi Gyula, és nagyon sok művében megemlíti az ottani élményeit. Hogyha valaki lemaradt volna a film bemutatóról, hol láthatja amúgy ezt a több mint 30 perces alkotásodat? Hát visszakérdezek, mikor akarjátok leadni? Figyelj, ezt megbeszéljük, és akkor egyértelműsítjük majd a Weekend nézőnek is, hogy mikor láthatják Kéri Péter legújabb, hát több mint 300. alkotását. Szinte megdöbbentő volt ezt a számot kiejteni, de hát legalább még ennyit kívánunk neked tőled. Kösz szépen, csak bírjuk. Rendezőként, operatőrként szívesen fogadunk tőled hasonló filmeket. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Meg hát segítettél is nekünk egy kicsit. Ez már így kulisszatitkok az előző beszélgetésnél, ugyanis nem állta meg Kéri Péter, és beállt a kamerák mögé, azért is néztem, kikacsintottam rá. Én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, hogy egy hét múlva találkozunk, addig is kívánok erre a hétvégére jó pihenést, jövő hétre pedig kitartást, és ne feledjék vasárnap meggyújtani az első adventi gyertyát. Viszontlátásra!